hívott Isten szent fia, és néha szolgálnom lehet, hirdetem az örök életet. Énekben is, szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Engem nem képzett teológia, de elhívott Isten szent fia, okay, good morning again. Jó reggelt ismét. If you could open your Bibles to Revelation chapter 3. Kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat Jelenések könyvénél, harmadik fejezet. This morning I was just thinking about the Church of Philadelphia. Ma reggel a Philadelphiai gyülekezetről gondolkodtam. And also the Church of Laodicea. És a Laodicea beli gyülekezetről is. We are in a Laodicean age. És most egy laodiceai korban élünk. But we don't have to be a Laodicean church. De nem kell laodiceai gyülekezetnek lennünk. And actually we are a church of Philadelphia. És igazából mi Philadelphia gyülekezet vagyunk. And why is that? És miért van ez? Because in Revelation 3 verse 8. Mert Jelenések 3:8-ban. It says for you have little strength. Azt mondja, hogy kevés erőd van. You have kept my word. Megtartottad az én igémet. And you have not denied my name. És nem tagadtad meg az én nevemet. Pastor Candy, I think a week or two ago said that in the last times the love of many will wax cold. Egy pár héttel ezelőtt Pastor Candy azt mondta, hogy az utolsó időkben néhány ember szeretete ki fog hűlni. And thinking about in the Laodicean age lukewarmness. És a laodiceai korban ez a langyosság. What is on the outside getting inside of my heart? Hogy ami kívül van, az bekerül a szívembe. That the fire in my heart is cooled off by what is going on in the world. Hogy a tűz, ami a szívemben volt, ez kialszik azáltal, ami a világban történik. If you go down a few verses to verse 17, it speaks about the Laodicean church. És ha megnézzük a 17. verset, ez már a Laodicea beli gyülekezetről beszél. They said, I am rich and increased with goods. Ezt mondják, gazdag vagyok és meggazdagodtam. I have need of nothing. És semmire sincs szükségem. But this is the Lord's viewpoint. De ez Istennek a nézőpontja. You know not that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Ez Isten nézőpontja, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. That is actually what the world is. Igazából ilyen a világ. And it's not God's will for the church. És ez nem Isten akarata a gyülekezet számára. In the world, things are important. A világban a dolgok a fontosak.
you know, money, a pénz, reputation, hírnév, all of these things, ezek a dolgok, they are exalted above God. Isten fölé vannak magasztalva. And if Christians do that, they lose something. És ha keresztények is ezt teszik, akkor elveszítenek valamit. And this world is projecting things. És ez a világ kivetít dolgokat. You know, you need this. Hogy erre van szükséged. But I could have all of those things and I would still be poor. De lehet, hogy megvan ezek közül a dolgok közül nekem minden, és mégis szegény vagyok. And this is a Laodicean age. És ez a laodiciai kor. But we are in a church of Philadelphia. De mi a Philadelphia beli gyülekezetben vagyunk. And I was thinking of a story of Thomas Aquinas. És Aquinoi Szent Tamás történetére gondoltam. He was visiting with the Pope in his age. És meglátogatta a pápát. And the Pope was taking him around, showing him all the treasures that they had in the Vatican. És a pápa körben vitte a Vatikánban, és megmutatta neki az összes kincset. And the Pope said to Thomas. És a pápa ezt mondta neki. He said, "We cannot say like Peter and John that silver and gold have we none." Mi nem mondhatjuk azt, amit Péter és János, hogy nincsen aranyunk és ezüstünk. And Thomas said. És Tamás ezt mondta. Neither can you say rise up and walk. De azt sem mondhatjátok, hogy kelj fel és járj. You know, the church had lost their power. A gyülekezet, az egyház elvesztette a hatalmát. Lost their impact. Elvesztette a hatását. Because things became more important. Mert a dolgok fontosabbakká váltak. They were strong and rich. Erősek voltak és gazdagok. But actually they were weak and poor. De igazából gyengék voltak és szegények. But we are a Philadelphia church in a Laodicean age. De mi egy Philadelphia gyülekezet vagyunk a laodiciai korban. Because we're not trusting in our circumstances. Mert mi nem a körülményeinkben bízunk. We're not trusting in our wallet. Nem a pénztárcánkban bízunk, és nem a kormányban bízunk, hanem az Úrban bízunk. We have no strength in ourselves. Magunkban, önmagunktól nincsen erőnk. We are very weak. Nagyon gyengék vagyunk. But when we are weak, de ahogyan gyengék vagyunk, we are strong. Igazából erősek. And we can say to people, és ezt mondhatjuk az embereknek, we can go on the streets today, kimehetünk az utcákra ma, you know, and by faith say, és hitáltal ezt mondhatjuk, rise up and walk. Kelj fel és járj. We have the gospel. Megvan nekünk az evangélium. We have more than words. És több van nekünk, mint szavak. We have the Holy Spirit that we're walking in. Ott van nekünk a Szent Szellem, akiben járunk. And we are making an impact in a Laodicean age. És hatásunk van, hatást gyakorlunk egy laodíciai beli korban. So thank you for your faith. Úgyhogy köszönöm a hiteteket. Thank you for your lives that you walk before the Lord. Köszönöm az életeteket, ahogyan Isten előtt jártok. It means a lot. Ez nagyon sokat jelent. We may not have much. Lehet, hogy nincsen sok dolgunk. But we have a big God. Sok tulajdonunk, de van egy hatalmas Istenünk. We are a church of Philadelphia. És mi egy Philadelphia beli gyülekezet vagyunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Jó reggelt kívánok! Good morning. Ez most a felajánlás helye és ideje. This is the time and place of the offering. És elsősorban ez azoknak szól, akik magukénak érzik ezt a gyülekezetet. And this is primarily for those who think this is their church. Nagyon megáldott ez a gondolat Pastor Shane-től. This thought really blessed me from Pastor Shane. Igazából én is hasonlóan gondolkodtam a felajánlással kapcsolatban. Because I've been thinking about similar things in connection with the offering. Hoseás 11:3-ban. In Hosea 11:3. Az új fordításban azt mondja, hogy kezeden fogtalak. It says that I held your hands. De te nem tudtad. But you didn't know it. Én viseltem gondodat. I was taking care of you. Számomra ez olyan személyes. And for me this is so personal. Hogy igazából minden cselekedetünk mögött ott áll Isten és fogja a kezünket. That behind all our actions God is there standing and holding our hands. Azt mondja Ézsaiásban, hogy én nem adom senkinek a dicsőségemet. And in Isaiah he says I do not give my glory to anybody else. És mégis olyan sokszor. And many times. Azt hiszük, hogy a mi képességeinkből tudtunk megtenni dolgokat. We think that we could accomplish things by our own strength, our own skills. Hogy az igyekezetem miatt. That because of my effort. A tanulásom miatt. Because of my study. Azért tudtam szolgálni, pénzt keresni, vagy I bármi más. I could minister and earn money or anything else. De Isten azt mondja. But God says. Hogy én fogtam a kezed. I was holding your hand. Én viseltem gondodat. I've been taking care of you.
De te nem tudtad. But you didn't know it. Ja, csak köszönjük, Atyánk. Thank you, Father. Köszönjük, hogy kinyitottad a fülünket, hogy meghalljuk a te beszédedet. That you opened our ears to listen to your words. Csak köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te vagy a gondoskodó Isten. Thank you, Lord, that we can see that you are the providing God. És ez a kérésünk ma reggel. And this is our request this morning. Hogy csak kérlek, nyisd fel a hitetlenek szemét. That you would open the eyes of the unbelievers. Hogy ők is meglássanak téged. That you would also see you. Hogy te fogod a kezüket. They would also see you, that you are holding their hands. És te gondoskodsz róluk. And that you are providing for them. Köszönjük, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Szervusztok, jó reggelt. Good morning. Hi. Hogy vagytok? How are you? Ez bátorító volt, amit Pastor Shane-től hallottunk. What we heard from Pastor Shane was really encouraging. Gondolkodtam, hogy megkérjem, hogy mondjon egy bevezetőt. I was thinking whether I should ask him to. Megkérdeztem, hogy mit mondana. Say an introduction, and I asked him what he would say. Aztán nagyjából mondott róla valamit, then mondom, hát akkor ezt meg kell hallgatni. Some things about it, and I said, okay, we have to hear this. Ah, úgy vagyok itt. Pál azt mondta 1 Korintus 2:1-ben. Paul said in 1 Corinthians 2:1. Amikor hozzátok jöttem, akkor nem nagy bölcsességgel, meg erővel jöttem. When I came to you, I wasn't coming with great power and wisdom. Mondja, nagy ékes szólással vagy bölcsességgel, azt mondja a Károly. Great eloquence or wisdom. Ah, így vagyok itt. This is how I'm here. Úgyhogy mi lenne, ha csak csinálnánk ezt egy What about we did this? Csak egy percet. Just for a minute. Imádkozzunk az üzenetért. Let's pray for the message. Csak kérlek, imádkozz valakivel mellette az üzenetért. Csak tényleg személyesen neked, hogy szóljon Isten. So that God would speak to you personally. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, kérjük a te szolgálatodat felénk. We ask for your ministry to us. Köszönjük neked. Thank you. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Tudjátok, szerdánként Márk evangéliumán megyünk végig. We go over the Gospel of Matthew. Márk, és most már lassan a végére érünk. And we are almost at the end. És aztán már múlt vasárnap délután is átcsorgott ide, meg most is. And last Sunday morning we also talked about Mark, and this morning too. Annyira áldás csak így nézni az evangéliumokat. Because it's such a blessing to look at the gospels. Látni Krisztust. And to see Christ. Annak, aki. És as who he is. Nagyon bátorító dolog. And it is very encouraging. És Mark 12, véges 13 eleje egy olyan rész. Mark, the end of chapter 12 and the beginning of chapter 13 Jézus is a portion a templomban van, where Jesus is in the temple. És aztán jön ki onnan, és a tanítványok kérdésére. And he's coming out of the temple and for the request of the disciples. Beszél a végső időkről. He speaks about the end times. És egy kicsit erről szeretnék beszélni. And this is what I would like to talk about. De mielőtt belevágnánk. But before we start. A 12. fejezet végén. The end of chapter 12. És a 13 elején csak lássuk meg a környezetet. And the beginning of chapter 13. Let's just see the context. Amiben Jézus beszél erről. In which Jesus is speaking about this. Először a 12. fejezet végén. First at the end of chapter 12. Azt mondja a tanítványainak. He says to his disciples. Hogy a szegény özvegyasszony.
that the poor widow, azzal a lyukas két filléressel, amit bedobott, with that little coin that she put in, azzal többet adott, she gave mint akik rengeteget adtak. Than the ones who gave a lot. És azt mondja, azért, mert ők a feleslegükből adtak, ő meg azt a piciét, amilyen volt, mindet odaadta. She says, and it is because they gave out of their surplus, but what she gave all she had. És ez rendesen sokkolta a tanítványokat. And it really shocked the disciples, mert, I suppose. Mert hogy egyértelműen úgy gondolkodtak. Because they were obviously thinking. Nyilván mindenki. Obviously, aki everybody was ad, thinking like, who gives more? Jobban szereti Istent, loves God more. Aki nagyobb áldozatot hoz. Who makes a bigger sacrifice? Annak jobban meg vannak bocsájtva a bűnei. Their sins are forgiven more. Hogyha Isten nem szabályozta volna, hogy milyen állatokat lehet hozni áldozatra. And if God didn't regulate what kind of animals you can bring. Akkor biztos lett volna valami nagy gazdagságú ember, aki elefántot hozott volna áldozni. I'm sure there would have been a very rich person who would have brought an elephant for the volna, sacrifice, and he would have said, hey, galambos csapat, ide hey, nézzetek. Pigeon group, ide nézzetek. Én mit hozok áldozatnak. Nézzétek, én milyen szent vagyok. És Jézus egy kicsit sokkolja őket ezzel. De valami fontosra mutat. Hogy ez az asszony a piciéből adott rengeteget. De a sokkolás nem ért itt véget. But this shocking part is not over yet. Mert amikor kijönnek Márk 13 elején a templomból, because in the beginning of chapter 13, és a tanítványok rámutatnak arra, amit ők annyira stabilnak látnak. And they come out of the temple and the disciples show something that they see very important. Annyira biztosnak, annyira változhatatlannak látják. Unchangeable. A templom. The temple. És a templomnak a nagy kövei. And the great stones of the temple. Hányan láttuk a köveket? Hányan voltunk Izraelben és láttuk those a köveket? Those stones in Israel. How many of you have been to Israel? Nem tudják, hogyan tették oda őket. They don't know how these stones were put there. Az idegenvezetőnket megkérdeztük. We asked our guide, tour guide. Szóval ezt mindig megkérdik. And he said they always ask me this hogyan question. Tették ide ezeket a köveket? How did they put these stones there? És a válaszom mindig and ez. My answer is always this. Lassan és óvatosan. Slowly and carefully. Kutya nem tudja, hogy tették nobody őket oda, knows how these stones nagy were put there, but they are giant, gigantic stones, great és, stones. És a tanítványok azt mondják. And the disciples say. Nézd a kövek. Look at the stones. Mekkora kövek, biztonság, állandóság. Security. És Jézus azt feleli, stability. Azt mondja, and then a második says, vers, I think in verse 2, azt mondja, nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik. There shall not be left one stone upon another, shall not be semmi nem down. Fog maradni belőle. Nothing will remain of this. És a tanítványok aztán megkérdik tőle, and then the disciples ask him, mikor történnek meg ezek negyedik vers, és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek? In verse 4, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign, when all these things shall be fulfilled? Okay. És a jeleket kérdik tőle. And they're asking for the signs. És itt a kérdésem a jelekkel. And here's my question about signs. Vannak-e jelei annak, hogy az utolsó időkben élünk? That we are living in the end times. Csak hadd mondjak egy-kettőt, rengeteg van, many, de hadd mondjak egy-kettőt. Let me just tell you a couple of them. És ez fontos nekünk hívőknek, Bibliában hívő hívőknek. Who believe in the Bible. Mert ha az utolsó időkben élünk, because we are living in the end times, akkor különleges jelentősége van do, az életünknek, a szolgálatunknak. Our ministry, van egy különleges life, várakozásunk and we have a special kind of arra, hogy Krisztus visszajön értünk, és Christ hogy elragad bennünk. Úgyhogy ennek take us away. Jelentősége van. So this has significance. Máté 24-ben, in Matthew 24, 32-33. versekben, verses 32 and 33, Jézus azt mondja, Jesus says, lásd meg a fügefának a példáját, see the parable of the fig tree, és úgy értjük ezt, and hogy ez Izraelről szól, we interpret arról, this as this is about hogy Israel, visszatért az ő földjére. And the fact that Israel returned to its land. 1948-ban, in 1948, in May, egyik napról a másikra, overnight, megint ott van az ország. The country is there again. Ez nem a milleniumi királyság. This is not about the millennium, egyértelmű. Kingdom, ez még a pogányok ideje. This is still the time of ez the Gentiles. Is egyértelmű. This is also clear. Még mindig pogányok tapodják Jeruzsálemet, ez nem kérdés. Jerusalem is still inhabited by Gentiles. De
Ez egy fontos jel nekünk. Ez arról szól, hogy elkezdődött a dolog. Valami, nagyon sok profécia, amit 1948 előtt másként kellett magyarázni, nem értettük, hogyan van. De most azt mondjuk, ez erről szólt. Most értjük. Addig nem értettük pontosan. És sokan elvontan magyarázták, átvitt értelmet adtak neki. De a mai nap látjuk, hogy konkrét fizikai beteljesülésük volt. We had a specific physical fulfillment of this prophecy. Mondjuk még egy másikat is. And let's say another one. Ez nagyon tetszik nekem. Dániel 12-ben. In Daniel 12. Ez egy érdekes gondolat. It is an interesting thought. Mert jól leírja a korunkat. Because it really describes our age well. Pedig azért elég régen volt. With a couple of words, even though it was quite long ago. Azt mondja a negyedik versben, in verse 4, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Igen, azt mondja igazán, hogy sokan sietnek sok felé, és azt mondja, növekedni fog a tudás. Növekedni fog a tudás. És ez egy érdekes gondolat, mert nem ilyen a társadalmunk. Az egyik dolog, ami jellemzi a társadalmunkat, hogy a tudás robbanásszerűen növekszik, hogy alig bírod követni a dolgokat. Felmész a netre, rákeresel bármire, és aztán próbálod kiválogatni azt, amit te is értesz belőle, abból a több ezer találatból, vagy több tízezer találatból. Az ismeret növekszik az utolsó időkben. És a másik, amit ott látunk, hogy sietnek, sietnek az emberek, tesznek többet, és nem így van a mai nap, annyival többet teszünk, mint egy pár nemzedékkel ezelőtt. Nem azt mondom, hogy többet végzünk, csak azt mondom, hogy többet teszünk. Többet teszünk, és tényleg így van. Az az időszak, amiben élünk, in which we are living. Róma 13:11-ben Pál azt mondja róla, közelebb van ma az üdvösség, mint amikor először hittünk. Salvation is closer today than when we first believed. Hogy közelebb van ma az, hogy Krisztus megjelenik, mint amikor először hittünk. A mai nap nyilvánvaló, előre haladtak a dolgok. Látjuk Izraelt, látunk proféciákat, látunk különböző dolgokat, és ha Márk 13-at nézzük, akkor igazán kénytelenek vagyunk Máté 24-re tekinteni, mert az egy nagyszerű kifejtése ennek az egész történetnek. De hadd mondjak róla egy rövid dolgot, nem bonyolult, de fontos érteni. Máté 24-ben három kérdés van. In Matthew 24 there are three questions. És figyelj, tanítunk, igen, ez fontos része az Isten tiszteletünknek. Tanítunk, de van egy fontos alkalmazása is. Úgyhogy ne akadj le, ne aludj el, maradj velem. Don't fall asleep, stay with me. Az első, Máté 24-ben az egyik kérdés, mikor lesznek ezek a dolgok? Mikor pusztul el a város, és mikor pusztul el a templom? Okay. A választ az Lukács 21-ben látjuk. Nem megyünk oda most 20-tól 24. versig. Márk 13-ban is van egy leírás erről. De ez az egyik kérdés, amit föltesznek a tanítványok. Aztán van még két kérdés. Mi lesz a te eljöveteled jele? És mi a kor végének a jele? És Máté 24-ben a 33. versig. From verse 4 to verse 33. Igazán erről beszél Jézus. Jesus is speaking about this. Elmondja nekünk,
He tells us. Elmondja nekünk, hogy mik a jelek. What the signs are. És beszél erről, nézzük csak. And he speaks about these. Okay. Az egyik dolog, amit értenünk kell. One of the things that we have to understand. Hogy ez a leírás. Is that this description. Ez erre a korszakra vonatkozik. Refers to this age. Az egész korszakra. The whole igazán, age. Ami Jézus mennybe menetelétől. From Abcsel 1-ben, the ascendance of Jesus from Acts, mostanáig és a kor végéig terjed. Until today and the end ezek of the a jellemzők, age, these characteristics ezek igazak az egész korra, are true de for the whole age, a kor vége felé towards the egyre end intenzívebbek of the age, they are becoming more egyre and more nyilvánvalóbbak intense, lesznek. More and és more obvious. Ez az, amit látunk az életünkben. And this is what we can see in our lives. Ez egyik jelentése, so one of the meanings, hogy leírja az egész korszakot, that he describes the whole age, de aztán azt is mondja, but then he also hogy a végén says that at the end, ezek a dolgok these things rettentően erősekké válnak. Will become és, really strong. És az utolsó, a nagy nyomorúság alatt, and during the great tribulation, ez most teológia, úgyhogy nem fogunk végigmenni rajta, theology, so we're not going over the iratkozz be Pastor Knight órájára, és sign akkor tanulni fogsz erről részletesen, class, and you're going de to learn about az utolsó hét évben, a nagy nyomorúságban, ezek a dolgok elképesztően intenzívek lesznek. Itt Márk 24-ben, Máté 24-ben. Here in Matthew 24. 9 dolog, nézzük csak. There are 9 things. Hamis Krisztusok. False Christ. Okay, hamis Krisztusok. Vannak hamis Krisztusok? Are there false Christ? Ó, persze, hogy vannak hamis Krisztusok. Egy János leírja ezt, hogy ez várható volt. De we could expect nézzünk, that. Nézzünk egyet, mondjuk most halt meg a Moon tiszteletes, tudod, aki azt mondta, hogy ő a megváltó. Reverend Moon died, who said he was the savior. Úgy tűnik, nem ő volt az. Apparently, annyira nem vagyunk meglepve. We are not so surprised. Amikor meghalt, nem hidaltunk le, hogy when he died, we weren't shocked. Akkor mégse ő volt, oh my, so it wasn't him. Mindegy, hagyjuk. De vannak hamis Krisztusok. But there are false emberek, Christ. Azt mondják, én people vagyok a Krisztus. Say, I am én vagyok Christ. A megváltó. I am okay. The savior. Aztán háborúk és háborúknak hírei. Igaz? And news of wars. Okay. Azt mondják, olyan 15 nagyobb háború van, there are about 15 és 24 kisebb. And 27 minor, 24 kisebb, minor, és még jóval több konfliktus. And much more conflict. Okay. És még egy dolog, azt mondja, háborúk hírei. And one more thing, it says news of wars. Okay, ez nagyon egyszerű a mai nap. This is very simple today. Bekapcsolod a tévét. You just switch on the TV. Hallasz egy-két háborúról, csak hogy tudjad, hogy zajlanak. And you hear of some wars, so that you know that they are netre, going on. Tele you van go háború on the net, háború ott. And it's full of news about wars. 100 évvel ezelőtt, 100 years ago, ha háború tört ki valahol, if a war broke mondjuk Afrika, out somewhere, for example, Közép-Afrikában, in Central Africa, arról nem tudtunk. We didn't mai know nap about this, but megvannak today, a hírei ennek, hallunk róla news, folyamatosan. We hear about these continuously. Aztán azt mondja, éhínségek, dögvészek, and then it says famine and pestilence. Okay. Aztán azt mondja, földrengések. And it says earthquakes. Aztán utána tovább beszél a mártírokról. Then he talks about martyrs. Ötödik mártírok. Number 5. A mártírok. Martyrs. Okay, ez valami, ami történik. This is something that's happening. Úgy számol, átlagosan van egy szám, nem fogom pontosan mondani, de egy pár ember hiány évente exact, 160 ezer keresztényt ölnek meg a hite miatt. 160,000 Christians are killed for their faith. Okay. Okay, tudod, az, hogy nekünk békességünk van itt, the fact that we have peace hogy nem ölnek here, meg minket that a hitünk miatt, murder us for our faith, az nem a jellemző a világban. It's not typical in the world. Hanem ez a jellemző a világban. But this is typical, hogy rengeteg hívőt megölnek a hite miatt. Many Christians are murdered for their faith. 160,000 per year. Tudod, hányat kínoznak meg? And how many are tortured? Hányan veszítik el az állásukat? How many lose their jobs? Hányakat szégyenítenek meg? How many are hányakat nyomorítanak meg? Tudod, nincs is felmérés róla. Crippled. There are no nagyon numbers sokat történik. Of these.
következő három az összekapcsolódik hamis profétán, növekszik a gonoszság, és sokakban meghidegül a szeretet, ahogy Pastor Shane említette. Nem csak én mondtam, hogy a szeretet meghidegül sokakban, hanem előttem is mondta valaki. Jézus azt mondta, sokakban meghidegül a szeretet. The love of many will wax cold. Itt a 12. versben, Máté 24-ben. And in Matthew 24 in verse 12. Miért hidegül meg a szeretet? Why does the love grow cold? Azért, mert a 11. versben sok hamis tanítás lesz. Because it says in verse 11 that there will be many false teachings. Láttál valaha ennyi szientológia reklámot? Have you seen so many Scientology advertisements? Bemegyek a Gmailembe. I go to my Gmail account. Tele van szientológia reklámmal. It is full of Scientology. Fölmegyek bárhova a netre, tele van ezzel a reklámmal. And everywhere I can find this Scientology. Találj békességet, nyugalmat, tisztaságot. Scientológia az út. Peace, calm and purity. Scientology is the way. What is this about? Hamis proféták. Növekszik a gonoszság. Hamis tanítás. False teaching. Hallunk rengeteg tanítóról, akik törvényeskednek. Who are legalistic. Fölmész a netre, tele van keresztény tanítókkal, and it is full of akik keményen oda csapnak a bűnnek, who really hit sin hard, de nem kínálják fel az egyetlen lehetséges kiútat, a mindennapi keresztet, a szellem betöltését, örömét és szeretetét, Isten kegyelmét. The grace, the love and joy of God. Nem kínálják they fel, don't offer that, hanem csak a keménység van benne. But there's only aztán the toughness de, of it. Tudod, keménység. Aztán ott vannak and akik then, az úgynevezett szuper kegyelmet tanítják. There are the ones who are teaching this super grace. Mint hogyha a bűn nem létezne. As if sin didn't mintha nem exist, számítana. Mintha vétkezelés nem lenne valami következménye. As if sin, mintha nem lenne. It wouldn't have any consequence. Halál és gyötrelem és nyomorúság szint a bűnnek a következménye. Torture and suffering as a consequence of sin. Mintha nem létezne a régi bűnös természet. As if our old sin nature didn't exist, this is how they teach. Hamis tanítások. False teachings. És figyelj, hívők. And listen, believers. Benyalják a dolgot. They just believe these things. Megeszik az egészet. They buy the whole thing. Nagyon tetszik. Oh, I love nagyon this. Jó. It's amazing. Miért? Why? A felszínesség. Because of superficiality. Szellemi tompaság. Because of spiritual arrogancia. Arrogance. Önmagam fontossága és felemelése. Because I elevate myself, my own importance. De ne együk meg ezt. But let's not buy this. Ne. Nyeljük be ezt az egészet. Tudod, ez nem működik. Because this doesn't work. Ez nem az élet, ez this nem az út. Life. This is fontos not the way. Tanítás. Teaching is very important. Itt vagytok még? Are you still here? Végső idők. The end különleges times. Időszak. It's a special season. Hányat mond? 8. 9. And number 9. Jel. Hogy az evangélium hirdettetik az egész világon. Végre gospel valami jó preached in all the world. Finally some good news. Halleluja. Hey, ebben részünk van. Dicsőség az Úrnak. Missziós gyülekezet vagyunk. We are missions church. Olvastam egy felmérést. I read a survey. Az egyik felmérés szerint 79 millió bibliát 79 million Bibles osztanak szét a világon minden évben. Are given out throughout yeah, the world every tudod, year. Mit mondunk erre? What do we say unto this? Yeah, vagy keresztényebben igazatok van. Halleluja, oké, okay, bocsánat. The more Christian. Okay, én. With a more Christian vocabulary, hallelujah. Dicsőség az Úrnak. Of course, glory to the Lord. Úgy tudjuk, hogy a világ 32%-a valamilyen értelemben keresztény. 2 Christian ember, in a sense. Kicsit több. 2 billion people or okay, a little more. Figyelj, a Biblia. And listen, the a világ Bible népessége 98%-ának áll a rendelkezésére a saját nyelvén. Is available to 98% of the population of the world in their own language. A világ minden országában vannak gyülekezetek. There are churches in every country in the world. De tudod, ez egy különleges időszak. You know, this is a special hirdetetik time. Az evangélium. The gospel is preached everywhere. Az internet. Hála Istennek tele van vele, God, és fontosak ezek a szolgálatok. This, hogy bárhol, hogy egy ember Kínában megnézhet egy Isten tiszteletet, és megtérhet, megismerheti Krisztust. Bárhol, a legeldugottabb helyen in the most hallhat egy keresztény
rádióadást. This person can listen to a Christian broadcast, radio broadcast on their own language and they can get saved. The gospel is preached in all the world. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lord for that. Okay. De amit mondtam, ez a három dolog, hamis tanítók, megsokasodik a gonoszság, sokakban megkülül a szeretet. And love grows cold in many. Okay. Erről is beszéltünk az elmúlt hetekben, we have been talking ahogy about this Isten in the past vezetett few minket weeks, ez az as God üzenet was leading felé. Us towards this message. 1 Timóteus 4:1-ben. In 1 Timothy 4:1. A szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik elfordulnak a hittől. Now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Azt mondja, hogy hitető szellemek és ördögök tanításaira hallgatván, démonok tanításaira hallgatván. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, demons. Miért történik ez? Why is this happening? Miért zajlik ez? Why is this going on? Figyelj, lehet, hogy egy kicsit nehéz üzenetnek tűnik, de maybe fontos, it seems like személyes a mindannyiunknak. Message, but it's important and it's personal to all of us. És ezért, and that's why, mert 2 Timóteus 4:3-ban. This is the reason azt mondja, because in 2 Timothy 4:3 ezért fordulnak el sokan this az igazság is why many will turn away from the way of righteousness. Mert azt mondja, lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Azt mondja, olyan, mintha azt mondanád, it says, as if you said, az egészséges tanítást sound doctrine, ahhoz, hogy meglegyen neked, in order to have sound doctrine, fel kell venned magadra, you have to put it on yourself, és hordoznod kell, put it on your shoulders and you have to carry it, you have to hold it up in a sense. Azt mondja, eljön az idő, it says the time will come, amikor nem tartják fenn az egészséges tanítást, when they will not uphold the sound doctrine, hanem viszket a fülük, but they will have itching ears. Görögben ugyanaz a, in the Greek, majdnem ugyanaz a szó, it's almost vakarás the same word for scratching and itching. Vakarni való fülük van. They have ears to scratch. Tudod, vágyom valamire. I desire mire? Something, but what? Azt akarom, hogy kényeztessenek. I want to be azt akarom, hogy azt spoiled. Mondják. I want minden rendben van others veled. To say everything's fine with tudod, you. Minden rendben everything's van veled. Great. Csak mert csináld, amit csinálsz. Just do nincs what you're bűn, doing. Minden rendben there's van. No sin, everything's fine. Tudod, rendben van, tudod, csak, everything's tudod, all csak right. Pihenjél nyugodtan. Just nem kell semmit csinálni keresztény. You don't have to do anything, lazítsál. Christian. Just héder, relax. Hepaj, dőj hátra. Just lean élvezd back. Az életet. Enjoy tudod, life. Csak tudod, nagyobb székeket teszünk a Gyülibe. We're gonna put bigger chairs in the church. Bezárt valamelyik mozi, megvásároljuk, lesz hely a we're gonna buy one of the movie theaters and you're gonna have a space for your drink and your popcorn. Élvezd, tudod, just enjoy, rest. We're gonna entertain you. Okay. Tudod, és könnyű, and it's easy. Mert a világ tele van ezzel. Because the world is full of this. Mert megérdemled. You deserve it. Mert megérdemled. Ez a világ mottoja, mert megérdemled. That's the motto of the world. Tudod, azt mondja az asszonynak. It says to the woman, hey, mert megérdemelsz egy jó férjet. You deserve a good husband. Tudod, úgyhogy dobd ezt el, és vegy, so szerezz throw this one away and then get another one. Tudod, azt mondja, értitek, nem kell ragoznom, mert megérdemled. Mert megérdemled. Mert megérdemled. Tudod, you deserve it. És persze, and az emberek beveszik, hívők beveszik, és nekiállnak keresni tanítókat, akik azt mondják, amit szeretnének hallani. Say what they want to hear. Hé, te megvakarod a fülem? Are you going to scratch hé, my ears? Hé, te, ez az. Ah, finom, you. Azaz. Ó, ott, yeah, kicsit there, lejjebb. There, a little lower, thank you. Most jó, igen, now igen. It's good. Ezt mond nekem, most a jó. This is what you should tell me, yes. És indul a nyálcsorgatás, and now, és ott vagyok, hívő vagyok. And I'm there, I'm a Christian. Mit csinálsz? What are you hívő doing? Vagyok. I'm a believer. Mit csinálsz? What are you doing? Semmit. Nothing. Nem tanulok semmit. I'm not learning anything. I'm not nem growing. Szolgálok semmit. I'm not nem megyek előre a hitemben. I'm not going forward in my faith. Amikor hallottam, hogy Pastor Shane erről when akar beszélni, mondom, beszélj róla. Was going to speak about this, I said, okay, speak tudod, about tudod, it. Tudod, mi a negyedik vers? Verse 4. Azt mondja, az igazságtól elfordítják az ő fülöket. And they shall turn away their ears from the truth. De a mesékhez odafordulnak. And shall be turned unto fables. A mítoszokhoz, a sztorikhoz. To stories, fables, humanizmus. Humanism. Hey, te vagy az Isten. You're the God. Te vagy you're az Isten. God.
Te vagy az Isten. You're God. Oh, de jól hangzik. Oh, it sounds tényleg? Great. Tényleg? Tényleg el tudod hinni magadról? Can you really believe that about yourself? Ne röhögtess engem. Don't be kidding me. Fogad kell mosnod naponta kétszer, hogy meg lehessen maradni körülötted. Te vagy Isten. So that other people can stay around ne you. Ne nevettess engem. Are you God, really? Tényleg? Don't be kidding me. Tudod, viccelsz velem? Are de you kidding me? De az emberek odafordulnak a mesékhez. Turn their ears to fables. Marxizmus. Marxism. És az egész hazugsága. And a darwinizmus. És az egész üressége, and the whole emptiness of it, Freudnak a tanításai, and the teachings of Freud, és az egész alantassága, and the whole baseness of this, tudod, a New Age, New Age, és az egész üres csillivili ígéret, and the whole empty promises, tudod, empty és az emberek odafordulnak, and people és turn their ears to these things, and they say, because these scratch my ears. Because I like these things. Okay, miért mondom ezt? Why am I saying this? Ha Mark 13-nak van hangsúlya, if Mark 13 has an emphasis, akkor az ez. Then this is what it is. Ez, akkor az ez. Vigyázzatok. Take heed. Vigyázzatok. Take heed. Vigyázzatok. Take heed. Ötödik vers. Verse 5. 23. vers. Verse 23. Vers. Three times. Take heed. Legyetek óvatosak. Vegyétek komolyan. Take it seriously. Ez az időszak. This ez nem a barátotok. Is not your friend. Efézus 5-ben. In Ephesians 5. Ezek a napok. These days are evil. Ezek a napok arra vannak, hogy elvegyék tőled a hitedet. To take your faith away from you. That's their purpose. That's how they are designed. Okay. Itt vagytok még? Are you still here? Velem vagytok? Oké, okay, nézzük. Jelenések 13. Revelations 13. Antikrisztus. The Antichrist. Tudjuk, mit jelent a szó? Do we know what the word means? Krisztus. Christ. És anti. And anti. És mit jelent az anti? What does anti egy értelemben mean? Azt jelenti, in a sense, hogy ellene valaminek. Against de something. Nem csak ez. But not only azt that. Azt is jelenti, it also means valami helyében. That in the place of something. Ez volt Sátán eredeti this was szándéka. Satan's original goal in Isaiah 14. Azt hiszem, Ezekiel 28. I think in Ezekiel 28, if I remember well. Ez volt az ő szándéka. That was his intention. Nem azt mondta, he didn't Isten say, ellen leszek, I'm going to be against hanem God, azt mondta, olyan but he said, leszek, I'm going to be like him. Én leszek Isten. I'm going to be him. És persze ezzel Isten ellensége and of lett, course, csak egy with that, lehet. He became an enemy of God because there can only be one God. Úgyhogy az Antikrisztus, so the Antichrist, ő olyan, mint Krisztus. Like és persze ezzel az ellensége, and of course, with this, persze ezzel valaki, the enemy of Christ, aki a helyébe áll, who stands in his place, egy bitorló, somebody who, usurper, who is a usurper, egy trónbitorló, valaki, aki a somebody helyébe who akar usurps kerülni. His throne, who wants to get his place. Okay. 2 Thessalonika 2:7. 2 Thessalonians 2:7. Azt mondja nekünk, says to us, hogy és ez fontos, and this is important, hogy ez a szellem, this spirit, ez jönni akar. Wants to come. Ez be akar jönni. It wants to come in. Ez be akar állni. It wants ez to be akar stand lépni. There. It wants to ez enter. Szeretne már. It wants ez to szeretne már. Already. A mai nap uralkodni. Today. Az a vágya, it hogy wants átvegye to rule, a hatalmat. And this is de its desire írás, to take over power. But the scriptures mondja say, az írás, the scriptures hogy say, hogy ma még valaki visszatartja őt. Today somebody is holding ki tartja őt vissza? Who is holding him a Szent back? Szellem. The Holy Spirit. Az egyházon keresztül. Through the church. Az egyház a gyülekezeten keresztül. Through the church. A gyülekezet most ebben az időben. Now in this age, the church represents Christ. De nem mi fogjuk vissza az antikrisztusi szellemet. But it's not us who hold back the Antichrist. Mi nem vagyunk elég erősek ehhez. Spirit, we are not strong enough to do that. A Szent Szellem bennünk. It is the Holy Spirit a bizonyságtételünk. Az, hogy képviseljük őt, the fact that az, we are representing az ő helyében, that we are here in his place, hogy itt állunk és azt mondjuk, that we are standing here nem, and we are saying, ne tovább, no, még nincs no itt az ideje, this is not the time, még nincs itt az ideje, it's not the és time yet. Amíg Krisztus ki nem vesz minket and innen, until Christ takes us out of here, amíg nem jön az elragadtatás, until the rapture, és 1 Thessalonika 4-ben olvashatsz erről, and in 1 Thessalonians 4 you can read about de this, amíg nem jön az elragadtatás, but until the rapture comes, addig útját álljuk ennek a szellemnek. We stop this spirit. De azt mondja mégis. But és figyelmeztet still minket. It says and it warns hogy, us. Hogy jön egy, hogy van egy sürgetése ennek. That there's an urgency to és this. És az ellenség szeretné véghez vinni. And the enemy
would like to accomplish that. 2. Thessalonica 2. In 2 Thessalonians 2. 3. és 7. verses. Verses 3 and 7. Hogy ő már nyomja és próbálja végezni. He is already pushing it. He's already trying to accomplish it. És azt mondja, and it says, el fog jönni. He is going to come. El fog, azt mondja, lesz egy eltávozás. There will be a falling away. Azt mondja, hogy lesz egy eltávozás. There will be a falling away. És úgy gondoljuk, hogy ez hívőkre vonatkozik. This is about Christians. És persze a társadalmunkra. Refers to Christians and of course to our society. A társadalmunkban látjuk and ezt. And in our society we can see this. Hogy a társadalmunk elhagyja azokat a mércéket. Loses the standards. Azokat a fontos dolgokat, amik meghatározták. That used to define it. Ami fontos volt az előtt. That were important. Tudod, például before, homoszexualitás. Homosexuality. Lenyűgöző látni, ami történik az Egyesült Államokban. What's happening in the U.S. Egyik állam a másik után. You know, one state after the other. Homoszexuális házasság. Sőt. Homosexual marriage. Sőt. Volt ez az étterem. There was this restaurant. És tudják, hogy keresztény tulajdonosai and vannak. And they know that they have Christian owners. Mivel keresztény tulajdonosai vannak. Because this restaurant has Christian owners. Ezért nem nyitnak ki vasárnap. They don't open on Sunday. És tudod, és azt hiszem Chicago polgármestere, meg még két vagy három helynek a polgármestere azt mondta. And two or three other mayors from other Ilyen homofóbok étterme nem lehet a mi városunkban, úgyhogy nem engedik, hogy ott éttermük legyen. So they don't allow them to open a restaurant in their cities. Hey, nagyszerű srácok. Wow, great. Tudod, szép munka. Great job, tudod, miről beszélek? What am I talking arról, about? Hogy ez növekszik. Arról, hogy ez gyorsul. Arról, hogy ez egyre erősebb a társadalmunkban. Egyik a másik után. Nagyon gyorsan jön. Billy Graham nem olyan régen not so long ago, Billy Graham feladott egy hirdetést, azt hiszem talán Dél-Karolinában, nem vagyok benne biztos. Amikor erről szavaztak az államban. In the States. Azt mondta, and he said, egy egész oldalas hirdetés. It was a whole page nem bírom elhinni, and he said, I hogy a mai nap az országomban arról vitatkozunk, hogy a házasság szónak mi a jelentése. About the meaning of the word azt mondja, itt van a Bibliában egy férfi és egy Bible, nő, és feladott egy hirdetést erről. And he posted azt mondja, an nem bírom elhinni. Says, de az ellenség szeretné behozni ezt a gyülekezetbe is. To bring this és into ez az, ami nekünk veszélyes. And this is what's dangerous. Értitek, miről beszélek? You understand what I'm talking okay, about? Van egy Izrael ellenes there szellem a világban. Ez sátánnak a szíve. This is the heart of Satan. És szeretné behozni. And he would like to bring it into the church. Szeretné behozni a mi szívünkbe. He would like to bring it into our hearts as well. And we decide. De figyelj, értenünk kell. But listen, we have ebben, to understand. Hogy ez egy hazugság. That this is a lie. Az egész, amiről beszéltem. Amióta azt mondtam, hogy antikrisztus. Since I said antichrist. Az egész egy hazugság. The whole thing is amit épít. Whatever he's building. Ahogy látjuk a jelenések könyvében. And as we see it in the book of Revelations. A hamis háromságot. The false trinity. Lesz egy hamis háromság. There will be a false trinity. Sátán, Satan, az antikrisztus, the antichrist, és a hamis próféta. And the false prophet. Mint az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Csak éppen sem ennyire nem olyanok. But they're just really not like them, not de, at all. De úgy néz ki. But they look like them. És a hazugság, amit az ellenség szeretne behozni a szívünkbe, that the enemy wants to bring into az is our ilyen. Hearts is hasonlít, like that. It is similar. És hasonlít, it is és similar, érdekes, and it's és az emberek megragadják, and de mi hívők will grab these things, but we believers ne ragadjuk meg ezeket. Shouldn't grasp these, jön ez, shouldn't grab these things. Megjelenik it sok országban, and it will appear in many countries. Sok elmében. It will appear in many minds. Tudod mi a nagyon érdekes jellemzője az elmúlt években a társadalmainknak? You know what a really interesting characteristic of our societies is nowadays? Nem olyan fontos a szabadságom, csak my adj nekem biztonságot. My freedom is not so important, but give me security. Észrevettétek ezt? Have you? Egyre nagyobb have az ellenőrzés. Control egyre nagyobb az ellenőrzés. Greater nem olyan greater. Fontos a szabadságom, ha biztonságot kínálsz nekem. My freedom is not as important if you offer me security. És így is lesz.
And it is going to be like that. It is going to be so. Diktatúra. There will be dictatorship. A szabadság szavaival. With the words of freedom. Kivégzések. And executions. Miközben közös célok felől izgatott az egész világ. While the whole world is excited about common goals. Az egész világ, okay. The whole world. Jelenések 12:9. In Revelation 12:9, the whole world. Az embereket azt mondja, ott el fogják ámítani a csodáikkal. Will be amazed by their miracles. Azt mondja, le fogja nyűgözni őket a csodák. They will be astonished by the miracles that the false prophet will do. Vannak hívők. And listen, there are believers. És ez veszélyes. And it is dangerous. És nem minden hívő, aki hisz a csodákban, ez a kategória. Who believes in miracles is this category. Obviously, we believe in miracles. Vannak hívők. I'm not talking about this, but there are believers who are tényleg enticed, akik el vannak varázsolva, én nem tudom, hol élnek. Really, I don't know where they are living. Hogyha mutatsz neki egy csodát, but when they show them a miracle, akkor bármilyen tanítást hajlandó elfogadni, amit mellé teszel. They are willing to receive any kind of teaching that you put hozzád next to it. And this is the question to you. Meg lehet téged vásárolni egy csodával? Can you be bought by a miracle? Egy gyógyulással, miközben hamistan tanítanak? While there's false teaching taught, it's an important thing. Mert Mózes 13 első 5 verse. Because in Deuteronomy 13, azt mondja, hogy ha valaki tesz valamit, csodát, mond valamit, jósol, profétál valamit, és ez megtörténik, de utána azt mondja, says, én azért tudom, mert Baalt követem, gyere Baal után, Baal, hagyjuk Jahvét, hagyjuk az Urat, akkor azt mondja, says, abban az időben, Követ neki. Nem élhet, azt hagyjátok. That person can't figyelj, ez fontos. And this is important because the enemy szeretne megvásárolni téged. Would like to szeretné, buy you. Ha az 1 Timóteus 4:1 kategóriában lennél. It wants you to be in the 1 Timothy 4:1 category. A Máté 24:11-12 kategóriában in lennél. Matthew 24, ha szíved, 11, ha hamis tanítások után lennél, ha démoni tanokra hallgatnál, azt szeretné. Teachings and false doctrine. This is okay. His purpose. Okay. Elég ijesztő? Is it scary enough? Szerintem nem. I think it's not. Tudod, miért nem? You know why? Okay, és ez fontos. Emlékezz erre. This is important. Just remember this. Terroristák szeretnék megmondani, merre menjen a világ. Terrorists would like to tell zsarnokok which direction the world should go and ugyanez. The same thing. De Krisztus a nemzetek kormányzója. But Christ is a governor of nations. Tudod, azt mondja, mi, tudod, mire van nekünk erőnk? What do we have strength for? 18. Zsoltár 48-ban. In Psalm 18:48. Még a saját lelkemet sem tudom megmenteni. I can't even save my own Krisztus, soul. Ő az alfa és az omega. Okay. Ő a kezdet és a vég. Nem csak a hitünk kezdője és bevégzője. And not only the author and finisher of our faith. Zsidók 12-ben. In Hebrews 12. Mi nagyon szeretjük ezt. Even though we love this. De egy szélesebb értelemben. But in a broader sense. Ő az alkotója az egésznek. The creator az egész of all világ egyete, és amikor vége lesz, akkor ő szépen rá is teszi a zárójelet a dologra. Then he will just put the period on this whole thing. Ő az, aki azt mondja, itt a vége. He's the one who will say, this is the end. He's the Alpha and the Omega. Ő az alfa és az omega. He's the Alpha and the Omega. Ő tartja a kezében. He is holding in his hands. Ha valamit értenünk kell ebből, if we have to understand something akkor of this, az ez. Then this is. Hogy ő tudja, hogy mi fog történni. This is it, that he knows what's going to happen. He's not surprised by these things. In Mark 13:5, he says to us, beware, so that they wouldn't make you believe false things, that they wouldn't deceive you. Ezért fontos komolyan venni a kereszténységünket. And that's why it's important for us to take our Christianity seriously. Mert ez az időszak. Because this age, ez nem engedi, hogy langyosak legyünk. Doesn't allow us amiről to be Pastor lukewarm. Shane beszélt. What Pastor Shane was talking about. Tudod, minek van itt az ideje a what számunkra? What is the time for hadd us mondjak, now? Csak 3-4 dolgot. Let me just say mit three or four things. What it means hogyan for éljünk? Us. How we should live. Aztán befejezzük. And then we will finish. Az egyik. One of these things. Ez az időszak. Is that this season. Ez jelenések 3-ban. In Revelations 3. A 14-től 16-ig. From verse 14 to 16. Ez a Laodicea-beli gyülekezetnek az ideje. It is the time of the Church of Laodicea. Ez a megalkuvó, hitehagyó, langyos gyülekezetnek az ideje. It is the lukewarm, faith leaving church. This okay. is the time for that church. Nem akarok mutogatni, mert nem csináljuk ezt.
mi nem hiszünk ebben. Nem akarom azt mondani, az a gyülekezet, az a gyülekezet. Mi nem hiszünk ebben. Ez az egyház, az egy, mi nem hiszünk ebben. Mert lehet ébredés bármely gyülekezetben. Krisztus munkája, hiszem, hogy jelen van. Még a leghitehagyottabb helyen is. De, ami fontosabb nekünk, figyelj, személyesen, milyen hívő vagyok. What kind of a believer am I? Am I a Laodicean? Vagy amiről Pastor Shane beszélt. Or what Pastor Shane talked about. Milyen hívő vagyok? What kind of a believer am I? Am I on fire? Or am I lukewarm? Élő? Am I living? Vagy megalkuvó? Or am I yielding? Tudod, milyen hívő vagyok? What olyan, kind of aki bevásárol a világban, somebody és who azt goes mondja, shopping elég nekem, in the world and says it is motivációi, a világ ambíciói, a világ céljai, a világ ígéretei, the promises of the world, azt mondom, or I say, Krisztusom Uram, Christ, my Lord, a te ígéreteid, your promises, a te akaratod, your a te célod, a your te szíved, a te vágyaid, your desires, a te szolgálatod, your ministry, ez az, amit akarok. This is what I want. Figyelj, ez az első, amit mondani and akarok. And this is the first thing I would like to ez az say. Időszak, this amiben élünk, ez az alázatnak az ideje. It is the season of humility. Az alázatnak az ideje. A time for humility. Miért? Why? Mert annyi minden van, ami vakvágányra szeretne vinni. Személyes megbántódás. Elhiszel egy hazugságot. You believe a lie, és aztán csalódsz benne. And then you're disappointed in tudod, it. És vakvágányra állít, vakvágányra. And it leads you astray, és az Úr azt mondja, puts you aside, légy alázatos. And the Lord says, be humble. Állj helyre gyorsan. Rebound and rebound quickly. Ne vesztegesd az idődet. Do not ez waste az idő, your time. Ez this az alázatnak az ideje. Is the time of humility. Ez, tudod, vegyük komolyan. And let's take it és seriously. Vegyük a szívünkre. Let's take it to heart. Mert tudod, az mert erről beszélek. Because this is what I'm talking hogy, about. Hogy könnyű olyan hívőnek lenni. It is easy to be a believer. Aki bejön, who comes in és azt mondja, and says, légy szíves. Please. Tudod, csak tudod, a fülemet lehetne. My ears, could you? Tudod, lehetne. Could you? Tudod, hagyjuk a tant, hagyjuk a kihívást, hagyjuk az utolsó időket, pásztor. Tudod, megemlíted a missziókat, kikapcsolok. When you azt mondod, bibliaiskola, elalszom. When you say Bible school, I fall asleep. Azt mondod, ima összejövetel. Nézem az órán, mikor van már vége. I'm looking at my watch, when it's gonna be over. Könnyű ilyennek lenni. It is easy to be like that. Mert annyi minden van az életünkben, annyi minden történik. Legyünk alázatosak. Mondjuk azt, Uram, igazíts ki, te. Nem a pásztor, hanem te. Kérlek téged, rak rendbe engem. Pontos igazság, precíz igazság Isten igéjéből, specific truth from the word és növekedni abban. And growing in okay. It. Alázat. Humility. Úgy hiszem, ez egy fontos időszak. I believe alázat this is an important season. Humility before egy, the word of God. And one more thing. A korok során throughout voltak the ages, nemzetek, akiket Isten különlegesen használt. They have been used by God in a special way. Nem, és ez fontos. Nem keresztény nemzetek. Not Christian nations. Én nem hiszek a keresztény nemzet fogalmában. In the concept of a Christian nation. Mert én úgy tudom, hogy egyes emberek lehetnek keresztények. Only individuals can be Christians. De but olyan nemzet, a nation, amelyben vannak hívők, akik komolyan veszik az imát. Okay. Van egy jó példánk rám. We have a good example for egy Mózes 18-ban. In Genesis 18, Ábrahám imádkozik, és azt mondja, alkudozik az Úrral. He's praying and he's bargaining with lehetne, the Lord, ha ennyi ember van, nem pusztítod el a várost? Is it possible if there are this many people that you don't destroy the city? És ha csak ennyi? And if only és this csak many? Ennyi? És ha csak ennyi? És ha csak ennyi? And if only this many? És ha van egy fontos lecke abban az alkudozásban? Negotiation, akkor az ez. Then this is it. Egy hívő visszatarthatja az ítéletet. Can hold back the judgment, ami azt jelenti, which means, hogy Isten használhat egy nemzetet, that God can use a nation, mert imádkoznak érte. Because they pray for a másik, and the other thing hogy Ábrahám megállt az imájával he stopped egy bizonyos with his prayer ponton. At a certain ne szűnj meg imádkozni, akármilyen reménytelennek látszik, akármilyen gonosznak látszik, seems, akárhogy is néz seems, ki. It looks like. 2 Krónikák 7:14. Chronicles 7:14. Ha az én népem imádkozik, és megalázza magát, és megtér, és elhagyja a bűnét, akkor én is megtérek hozzájuk. És kérhetjük ezt, az országunkra, a városunkra, a népünkre, a szomszédainkra. Persze, az ima,
Annyira fontos, ez egy ilyen időszak. Nagyon fontos imádkozni. Még egy. Zsidók 10-25. Hogyan éljünk akkor? How should we live then? Hogyan éljünk, ha ezek igazak? How should we live hogyan éljünk, if these hogyha things az utolsó időkben élünk? How should we live if we are living in the end times? És azt mondja nekünk, and it says to us, hogy el nem hagyván a magunk gyülekezetét, ami nem a helyi, azt mondja az összegyülekezését a hívőknek. Not leaving our own church, which means fellowship, the gathering together of believers. Összejön, the fellowship of believers gathering together again and again and azt again. Mondja, ahogy látjátok, hogy közeleg az a it nap. It says, as you see the day approaching. Az a nap, melyik nap? That day. Róma which day? 13-12. In Romans 13:12. A Krisztus visszatértének a napja közeleg. The day of Christ's coming jön is approaching. Nap, lassan véget the day ér az coming, éjszaka. Jön Krisztus. Will be over soon and Christ is coming. És ez egy érdekes gondolat. And this is an interesting thought. Ahogy sötétedik a világ. As the world is getting darker. Mi hívők látjuk. We believers see. Hogy jön a világosság. That the light is coming. Mert tudjuk. Because we hogy know. Hogy amikor a sötétség teljes lesz. When the darkness is full. Akkor mi megyünk. We mert will Krisztus go, jönni fog. Because Christ will come. És azt mondja. And it hogy, says, hogy ahogy közeleg ez a nap, keressétek a testvérekkel való összejövést még inkább. For the gathering together with the brethren, miért beszélünk even more so, házról házra bibliatanulmányokról? Nem elég három istentiszteletet héten, pásztor? Azt mondom rá, nagyszerű, say, ha itt vagy három is, ez szuper. Week, de a házról házra bibliatanulmányok nem istentiszteletek, hanem az a célja, hogy közösségben lenni, testvérekkel. Megosztani a hitünket, a bizonyságainkat, hallani egy igazságot az írásból, igen, és valaki vezeti, persze, de tudod, de közösségben lenni, annyira fontos, keresni a közösséget, ez egy ilyen időszak, és talán az utolsó dolog, és nagyon fontos. Ír le egy-két verset, kérlek, és nézd meg, hogy mennyire fontos ez az írásban. Look at how important these are in the scriptures. Titus 1:9. Titus 1:9. 2:1. And 2:1. És 1 Timóteus 4. 1 Timothy 4. 13. 13. 1 Timóteus 4:13. 1 Timothy 4:13. És 6:3. And 6:3. Okay, miről szól ez? What is this about? Egészséges tant tanítani. Teaching a sound doctrine. És bőségesen. Abundantly, bőségesen. With abundance. A rendszeres tan, regular doctrine, az Krisztus jellemének az egyik kifejeződése. Is one of the manifestations of the character of Christ. Ahogy ő kifejezi magát felénk. As he expresses himself to us, this is one of the ways. Az egyik módja, hogy ő megmutatja magát nekünk. One of the ways he shows himself to us. Sok mozgalom van. There are many movements. Amely elhagyja ezt a tanítást, az egészséges tanítást, valami érzelmi dologért. For something emotional. De János 4:24 but in azt mondja, mind a kettő, it says, a tan és a szellem, and the spirit, a szellem és a tan. The spirit ne hiányozzon a szellem ereje az életedből. They shouldn't be missing the power of the spirit shouldn't de be missing from your tan life. Az életedből. But also the doctrine shouldn't fontos. Be missing from your life. Both are important. Ez az egyik figyelmeztetés Márk 13-ban. This is one of the warnings in Matthew 13. Azt mondja nekünk. He says to 33. versben, figyeljetek és tudjátok, tanítottalak titeket. Listen and know this because I've been teaching you. Verse 23. Megmondtam nektek előre. I have told you megmondtam in nektek advance. Előre. Miért? Why? Azért, hogy amikor megtörténik, so that when it happens, akkor ne féljetek, then you wouldn't be hanem afraid, örömötök legyen. But you would have joy. János 16:4. John 16:4. Azért mondtam meg nektek, I told you these hogy amikor things, meglesznek, so that when akkor they happen, tudjátok, you would know. Ha tudjátok, hogy az én kezem benne van. Tudjátok, hogy én fölötte vagyok ennek. Tudjátok, hogy én megőrizlek titeket. Tudjátok, hogy ez nem véletlen. Tudjátok, hogy ennek célja van. És tudjátok, hogy célja van annak, hogy ti most éltek. Hogy ti most vagytok itt. Tudod, Krisztus megadja nekünk a kimenekedésre való utat a kísértéssel egyetemben. Together with the temptation. 1 Korintus 10:13. In 1 Corinthians 10:13, he gives us erre az időre a kegyelmet.
grace for this time. De ragadjuk meg. But let's take a hold of it. Let's not be superficial. Tényleg, mert annyira, really, annyira könnyű elmenni. It is so easy. Millió példát mondhatnék, de nem akarok róla beszélni. Mention millions of examples, but I don't want to talk about this because this is not the reason we came here. De vegyük komolyan ezt az időt. But let's take this time seriously. Amen. 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 Mennyei Atyánk. Amen, Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Most élhetünk. That we can live now. Még ha van is kihívás. Even if there are challenges. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Greater is he who is in us than who is in the world. És mi győztesek vagyunk. And we are conquerors. Rajta keresztül. Through him. Köszönjük neked, Urunk. Thank you, Lord. Áldunk téged. We bless you. Köszönjük ezt a leírást. Thank you for this description. Márk 13-ban. Matthew 13. Márk 24-ben. Matthew 24. Köszönjük neked, hogy beszéltél a tanítványaidnak. Thank you that you talked to your disciples about the end times, about the signs, about your coming. És Uram, a szívünkben. And Lord, in our hearts. Épül a várakozás. There is this expectation growing. We are looking forward to your coming. We are looking forward to the rapture. Szeretnénk már menni. We would like to go, Lord. Jöjj, Urunk Jézus. Come, Lord Jesus. Jöjj, Urunk Jézus. Come, Lord Jesus. Ha úgy vagy itt a mai napon, if you are here nem today, ismered Jézus Krisztust, and you don't know Jesus vagy úgy nézed a neten, or you are watching the service online and you don't know him, hívd őt a szívedbe, mondd azt him neki into your heart, szívedben ma, tell him in your ne várj heart today, még egy percet, do not wait another moment, mondd azt neki, Jézus Krisztus, just tell him, Jesus Christ, mai napon, today, hozzád jövök, I am coming to you in my heart, kérlek, please, ments meg engem, save me, adj nekem új életet, give me a new life, új kezdetet, a new beginning, Jézus, Jesus, hiszek benned, I believe in you, ments meg engem, save me, rád bízom az életem, I trust my life to you, Jézus, Jesus, meg akarlak ismerni, I want to get to know you. És ha életedben először and if this is the first time in your life, meghoztad ezt a döntést, that you have made this decision, akkor amint a gyülekezet imádkozik, then as the church is praying, kérlek egy pillanatra tedd fel a kezed, please raise your hand hadd for tudjam, a moment, hogy meghoztad ezt a döntést, let aztán me leteheted, know about csak szeretnénk örülni veled, szeretnénk adni egy csomagot, ami segít indulni az úton. We would like to give you a little package that will help you. Van-e valaki, aki meghozta ezt a döntést? Is there anybody who has made this decision? Rendben. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, áldunk téged a Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. 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 Hey, kihívó? Is it challenging? Az. It is. Bátorító? Is it encouraging? Szerintem az is. Fontos. Ne vegyük félvára. Kérlek, álljatok fel. Isten áldjon benneteket, köszönöm a figyelmeteket. Nagyszerűek vagytok tényleg. Kiváló a figyelmetek, köszönöm szépen, hogy itt maradtatok. Figyeljetek, hamarosan megvan a meghívó, a tiszteleti jegy a karácsonyi koncertre. Erika, a szerdán? Szerdán. Szerdán meg lesznek a tiszteletjegyek karácsonyi koncertre. Nagyszerű alkalom lesz. Hívjuk meg a szomszédokat, barátokat. Nem csak jó zene lesz, hallani fogják az evangéliumot, de jöjjünk és tervezzünk rá. Oké, Isten áldjon benneteket. El vagytok bocsájtva. Bátorítsátok egymást ezekkel a beszédekkel. Ha van kérdésetek, akkor gyertek a repre. Isten áldjon. Jézus Krisztus Úr, minden szent.